Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban. Beszélgetőtársam Sótiné Szatmári Dóra igazgatóhelyettes. Egy nagyon szép kiállítás nyílt most itt, márciusi ifjak címmel. Honnan ez a ötlet? Jó néhány évvel ezelőtt már volt egy, hát ha nem is márciusi ifjak kiállítás, de fiatal karcagi születésű alkotók kiállítása. Hát ők már azóta az én korosztályom, tehát 35 felé járnak. És tavaly márciusban jutott, illetve tavaly januárban jutott eszünkbe, hogy mi lenne, hogyha a március az úgyis a megújulás tavaszi első hónapunk, hogy fiatal karcagi alkotóknak adnánk ismét teret. Tavaly Szűcs Ilona grafikáit és Nagyban a Dávid kőszobrait mutattuk be, idén pedig többeket megkérdezve, Bérci Emese szintén grafikái láthatók, illetve Pincé Szilvia tűzzománc alkotásai. Meddig lehet ezeket megtekinteni? Április 5-éig látható a kiállítás, munkanapokon 8-tól 18 óráig. Hát gyönyörűek a képek, nehéz volt választani, mert hogy a hely azért behatároló. A tűzománc alkotások alapjában véve nem nagy alkotások, de rengeteg ékszert mutat be itt Szilvi, illetve 16 képe látható, keretezett képe látható. A grafikák közül, Emese grafikái közül pedig elsősorban a csendéletek, a portrék azok, amelyeket igyekeztünk bemutatni. Aztán, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és itt látjuk, hogy mögöttünk tényleg mindenki nagy érdeklődéssel néz, és mindenki véleményt alkot a szemnél szemmunkákról. Aztán, hogy ez egy jó ötlet volt elindítani újból ezt a sorozatot. Reméljük, hogy lesz még folytatása, ha nem is márciusi ifjak néven, hiszen ez mindig az ünnephez kötődik, de hasonlóan más kiállításokat láthatunk még. Igen, idén is sok kiállítással készülünk. Lehet, hogy nem sorrendben, de igyekszem nagyjából felsorolni őket. Népművészeti, képzőművészeti kiállításunk, a Siegfried Foltvaró Klub októberi kiállítása természetesen meghirdett, vagy megnyitásra kerül ismét. Valószínű, hogy egy kis karácsonyi kiállítással is tudunk készülni. Majd minden hónapra jut egy-egy kiállításunk. És hát azt hiszem, aki kedvet kapott most a kis kézműveskedéshez, arról is mindig szoktunk beszélni, hiszen közeleg a húsvét, tehát biztos, hogy lesz húsvéti játszóház, aki egy picit szeretne alkotni, azt mikor teheti meg. Április 30-án most nem húsvéti játszóházunk lesz, hanem húsvétoló címmel szabadtéri programot szervezünk, amelyre mindenkit nagy szeretettel várunk. Ez szombati nap, húsvét előtti szombat, hogy még az utolsó kis simításokat mielőtt megtennék, azért néhány ötletet tudjunk adni. Április 30-án szombaton tehát, vagy március 30-án, elnézést, március 30-án szombaton tehát a Kossuth téren, reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk. Kossuth térre várunk mindenkit szeretettel 10-től 13 óráig. A program még legyen meglepetés, figyeljék az újságot, a Superinfót, és ott majd értesülhetnek róla. De lesz kézműves foglalkozás, lesz egy kis verseny is benne, aki ügyes, az jutalmat is kap, úgyhogy várjuk nagy szeretettel a gyerekeket és szüleiket egyaránt. És hát mi meg majd ezeket a szép kiállításokat, amelyeket ön az előbb említett, és kívánjuk mi is az alkotóknak, hogy ahogy ön is mondta, hogy a szívükbe zárják ezt a mai napot, és ebből töltekezzenek föl a következő élményeiket, meg tudják valósítani. Köszönjük szépen ezeket a szép szavakat, hiszen ez számunkra elismerés, illetve az a rengeteg ember, aki most ebbe a pici terembe bezsúfolódott. Amit szeretnék kérni, így a tévéképernyőjén keresztül, hogyha vannak olyan fiatal alkotók, aki még nem egészen kész munkákkal ugyan, de szeretne majd jövő márciusban is nálunk bemutatkozni, akkor kérem, hogy jelentkezzen itt a Kulturális Központban, nagy szeretettel várunk mindenkit. És hát lehet, hogy ők még egy kicsit bátortalanok, de akkor kérjük inkább a pedagógusokat, szülőket, nagyszülőket, akik azért már kritikusabban értékelik az unokának vagy a gyermeküknek a rajzát, hogy ők is jelentkezhetnek nyugodtan és hozhatják őket ide. Így van, természetesen. Igyekszünk mindenkinek teret adni, és várjuk őket nagy-nagy szeretettel. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!
BCMS az egyik kiállító. Kérlek, mutatkozz be nézőinknek, hol tanulsz, mit kell tudni rólad. Kisújszálláson tanulok a Móricz Zsigmond gimnáziumba, és ötödikes korom óta rajzolok, így komolyabban foglalkozok vele, mert rájöttem, hogy nekem ez tetszik, és mondták, hogy ehhez lenne esetleg tehetségem, és úgy gondoltam, hogy miért ne csinálhatnám azt esetleg így munkában, meg szakmában, amit szeretek. Tehát amikor rajzolani, azt mondták, hogy most egy kis csendet, tehát rajzolunk egy almával, körtével, vázával. Fú, te nem hújogtál, hanem akkor te ennek nagyon örültél, és így indult. Igen, igen, meg főleg szerettem, amikor ilyen kritikákat adtak nekem, hogy esetleg hol javítsak még, mert mindig fontos, hogy tudjak fejlődni. És itt a kiállított képeit közül melyikre vagy a legbüszkébb, melyik a legkedvesebb? A legkedvesebb az a nővérem portréja. Őt nagyon szeretem, mert ő tanított meg engem mindenre szinte. És ő hogyan fogadta a tárt kritikusan? Mit mondott róla? Ő is elégedett az alkotásoddal? Hát ő az egyik legnagyobb kritikusom, mert az őszinteség az megvan benne, és hát örültem neki, mert nagyon tetszett neki. Elárulhatjuk, hogy 16 éves vagy, tehát azért még rengeteg idő van előtted, hogy kipróbáljam különféle technikákat. Most úgy látom, hogy inkább egyfelé kezdted, de szeretnél esetleg később olajat, vagy bármi más, vagy inkább maradnál a grafitnál, vagy a téged ez jobban érdekel? Hát persze, kipróbáltam más technikákat is egy csomó félét, de nálam ez főleg inkább kedvfüggő, hogy mit csinálok, mert van, amikor rám jön a festetnék, és akkor hetekig festek csak. De általában igen, a grafikákat szoktam csinálni. És te osztálytársaid ehhez mit szólnak? Tehát irigyek rád, vagy büszkék rád, örülnek a sikereidnek? Hát én úgy vettem észre, hogy inkább az a büszkék rám, hogy velük lehetek, de én is nagyon szeretem őket, meg nagyon barátságosak ilyen téren. Gondolom, hogy azért ehhez egy kis külön óra is kell, tehát biztos van olyan, aki foglalkozik veled, segít neked szakmailag, órai keretek között biztos nem tudnál ennyi mindent alkotni. Hát főleg mióta elhatároztam, hogy e felé fogok inkább fordulni, azóta vannak tanáraim, akik foglalkoznak velem, és ilyen komoly sikereket érek el velük. Én azt kívánom, hogy ez a második kiállításod is legyen sikeres, és még sokadikról lehessen beszámolnunk, és akkor a elképzelésére pedig sikerült megvalósítani, és rajzol ki mindent magadból, ahogy te mondtad, hogy ezt igen megnyugtad. Köszönöm szépen. Másik kiállító Pincész Szilvia. Szerintem téged sokan ismernek már, hiszen ékszereidet láttuk már különböző kiállításokon, kézműves kiállításokon. Éppen most mondtam neked, hogy képeket még nem láttam tőled. Honnan is jött ez a tűzománcozás? Ez a tűzománcozás... Hát édesanyám ugye, ő is kézműves, és én is próbálkoztam a csipkeveréssel, el is sajátítottam, és utána úgy döntöttem, hogy egy kicsit másfele viszem a dolgokat. Hát volt egy rokonom, aki festő művész volt, és ő ajánlotta, hogy esetleg próbáljam meg ezt a szakmát, és utána elvégeztem a tűzománcot, és majd utána az ötvös aranyműves szakot is, és úgy látszik, hogy ennél maradtam. És mit jelent ez számodra? Ez egy kifejezésmód, egy alkotásvágy, és meg tudod saját magad valósítani az ékszerekben, gondolom, de a képekben? A képekben, hát így jönnek mikor mi, ami mondjuk hangulattól függően, vagy ilyen elképzeléstől szerűen is, azt próbálom úgy valahogy megvalósítani. Nagyon szeretem a tűzománcot, mert mégis az ember, amikor megcsinálja, soha nem tudja, hogy utána a kebencéből mit is vesz ki, mert ez a tűznek fantasztikus játéka van is. De akkor azt mondhatjuk egy picit idézőjelben, hogy egy zsákba macska is egyrészt, és ez egy, igen, gondolom, hogy még jobban inspirál arra, igen, hogy legközelebb még jobbat próbáljál. Igen. Itt is van olyan, amit nem olyannak szántam volna, amilyen, és mikor kivettem a kebencéből, megtetszett, és ezt úgy hagyom. És milyen terveid vannak erre az évre, hiszen mondtad, hogy ez az első náló kiállításon, igen, és hát mi van még? Lesz még több. Ugye az Egyesülettel folyamatosan megyünk erre is, és arra is, igen, a Nagykönyvesek Népművészek Egyesületével, és remélem, hogy az idén is nagyon sok helyre el tudok jutni, ugyanúgy itt Magyarországon, mint esetleg külföldre, ahol már tavaly voltak munkájaim.
Az ésszerekben mennyire lehet követni, vagy követed egyáltalán a trendet? Vannak-e változások, hogy most ilyet kérnek, olyat kérnek, vagy van-e kollekcióban valami változás, kisebbeket kérnek, nagyobbakat? Tehát van-e ilyen megfigyelhető-e? Vannak, akik látják az ésszereket, és ők elmondják az elképzelésüket, hogy miért szeretnének, vagy hogy lehet-e olyat, és akkor persze, és akkor azt úgy megpróbáljuk megvalósítani. Mi volt a legnagyobb, vagy amire a legbüszkébb vagy munkád méretekben, vagy kihívás volt számodra, mert olyat kellett megvalósítani, ami nagyon nehéz volt? Méretemben egyetlen egy munka volt, és ami nagyon nehéz volt megvalósítani, az egy ezüst fekete zománccal készült medál, ami itt található a vitrínben. Hát akkor mindegyik egyedi. Én azt kívánom neked, hogy akkor legyenek nagy küzdelmeid, hiszen az azt jelenti, hogy van megrendelés is, és meg tudod ezeket valósítani. Jó munkát kívánok neked! Szépen!